fogadalmaim, feladataim címet kapta az idei első előadás, hiszen új évkor mindenki terveket sző, hogy mit fog másképp tenni, mint eddig, és nagyon-nagyon remélem, hogy a legfontosabbat mindenki be fogja tartani az új évben, vagyis azt, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ez volna a legfontosabb újévi fogadalom mindenki számára, ha szeretné megőrizni az egészségét. Egy nagyon fontos dolog. Miért? Vajon miért? Azért, mert az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, ezt már többször elismételtem, de az újonnan jelentkezőknek sem árt, ha tudják. Vagyis az agyunk a múlt dolgaival ugyanúgy foglalkozik, mintha most történt volna. És ameddig én egy kellemetlen élménnyel, múltbeli élménnyel foglalkozom, itt és most, az a biológiámra most fog hatni. Ha most félek attól, hogy jaj, mi lesz velem 2023-ban, akkor az a félelem is most fog hatni rám, tehát az agyunk nem tud különbséget tenni valóság, álom, illúzió közt. Márpedig az, hogy mi volt, vagy hogy mi lesz, ez mind a kettő az illúzió tárgykörébe tartozik. Az egyetlen valóság az, hogy rendbe jött a rendszer, és elindult az előadás. Az egyetlen valóságot akkor fogjuk megtapasztalni, ha figyelünk. Ha hajlandók vagyunk odafigyelni olyan dolgokra, amelyek éppen előttünk történnek meg. Na most, ha tehát még mindig nem engedtem el a múltbeli sérelmeimet, még mindig tartogatok félelmeket a jövővel kapcsolatban, az most fog megbetegíteni minket, és nem majd akkor, amikor. A fel nem oldott félelmek, konfliktusok, ugye az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást, a lélek-agyszerv tengelynek a létezéséről és eszenciájáról külön előadást nézhetünk meg, és ajánlom mindenkinek, hogy nagy figyelemmel elejétől végig nézze meg ezt az előadást, és nagyon sok mindent meg fog érteni belőle. Az érzelmi megrázkódtatásokról beszélünk, amikor lelki megrázkódtatásról beszélünk ki, azért is van idézőjelben, mert magyar nyelv sajátossága az, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk. Valójában egy félelemről van szó. Vagyis összekapcsolom a gondolatot és az érzelmet. A negatív érzelemhez, egy félelemhez kötök egy negatív gondolatot, és ez az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Ennyi az történetnek a lényege. Ha benne maradunk a konfliktusba, ha nem zárjuk le békével a napjainkat, akkor kérem szépen rögzülnek ezek a bizonyos sinek, vagyis a konfliktusnak a körülményei, és az biztosítani fogják számunkra a krónikus megbetegedéseket. Mit jelent az, hogy zárjuk le érzelmileg a napjainkat? Megértéssel, ebben segít a germán gyógytudomány, megbocsátással, mert megbocsátás nélkül nincs gyógyulás, és ez azt jelenti, hogy magamnak is meg kell bocsátanom bizonyos dolgokat, amire esetleg nem vagyok büszke, meg a másik embernek is meg kéne bocsátanom olyan dolgokat, amit elkövetett, és váratlan, meglepetésszerű konfliktust okozott nekem. Ha már megértettem és megbocsátottam, akkor ne ragaszkodjunk a múlt fájdalmaihoz. Engedjük el szeretettel a múlt fájdalmait, és szeretettel, azaz feltétel nélküli elfogadással akkor fogom tudni ezt megtenni, ha megtalálom benne a tanítást. És ha megtaláltam benne a tanítást, akkor hálát tudok adni mindazért, ami velem történt. Na ez jelenti, kérem szépen, a 180 fokos fordulatot.
ez jelenti azt, hogy valamit valóban érzelmileg lezártam. De ameddig a múltunkat nem zártuk le érzelmileg, addig ne reménykedjünk abban, hogy egészségesek és boldogok leszünk. A múlt be fogja árnyékolni a pillanatot, mert jönnek ezek a nagybetűs sinek, és mint derültékből villámcsapás, csak azt veszem észre, hogy ketyeg a szívem, hogy kiugrott a vérnyomásom, pedig tök nyugodt voltam. Nos, ezek azok a lényeges dolgok, amiket tudnunk kéne ahhoz, hogy meg se betegedjünk. A lényeget Hammer doktor öt természettörvényben fogalmazta meg, a lényeget, ami szükséges a megértéshez. Igen, Hammer doktor munkásságának és kutatásának köszönhetjük azt, hogy megismertük az öt természettörvényt. Az első természettörvény feltárja az okot, és ez a DHS vagy Dirk-Hammer szindróma. Ugye tudjuk, hogy 19 éves fiáról, Dirk-Hammerről nevezte el azt a feltétel rendszert, ami szükséges ahhoz, hogy elinduljon bennünk egy túlélő program, vagyis ahogy nevezi, egy értelmes biológiai külön program, EBK a rövidítés. Nos, Hammer doktor életéről, munkásságáról külön videóban, külön előadásban tájékozódhatunk, és egy csomó Hammer doktorral kapcsolatos videó felkerült rögtön az év elején a weblapra, elérhető, megnézhető a természettörvényeknek az elismeréséről szóló videót. Örömmel konstatáltam, hogy nagyon sokan megnézték. És akkor tudjuk azt, hogy mindaz, amiről itt beszélünk, az kérem szépen tudomány. Miért? Mert reprodukálható. Tehát ha valaki elmondja nekem, hogy mi a félelme, mi az, amit nem tud lezárni, mi az, amit még mindig rágódik, akkor én meg tudom neki mondani, hogy ennek az agyközvetítésével milyen szervi válasza van, lesz. Illetve ha el tudja mondani a tüneteit, ugye, akkor abból már tudjuk, hogy milyen megélés az, ami ezt a szervi választ elindította, és hol van ennek az agyi központja. Tehát ez egy nagyon nagyon konkrét rendszer. De azt is kell tudni, hogy minden egyes DHS, vagyis minden egyes fel nem oldott félelem egy tünetet fog elindítani. Tehát ha valakinek van 10 tünete, akkor azt jelenti, hogy 10 féle félelmet vagy megélést kell lezárnia. Lehetséges, hogy egy konfliktus kapcsán volt valakinek egy olyan megélése, ami elindított benne egy csomó programot, de lehet, hogy 5 vagy 10 különböző konfliktusról van szó, ami még mindig nincs lezárva, és ezeket mi hurcoljuk magunkkal, húzzuk magunk után, és akkor csodálkozunk, hogy mire nyugdíjba megyünk, addigra már annyi tünetünk van, hogy azt se tudjuk, hogy melyik pirulát kapjuk be. Itt nem pirulákról beszélünk, itt arról beszélünk, hogy a valós okot oldjuk meg, mégpedig zárjuk le békével a napjainkat, és zárjuk le a múltunkat is. A második törvény ugye leírja, hogy két fázisban zajlik le minden ilyen úgynevezett betegség, idézőjelben betegség, mert amint tudjuk, a megoldást követő fázisban lépnek fel a tünetek, és ezt nevezzük ki betegségnek. Vagyis azt, amikor én éppen gyógyulok, elnevezem betegségnek, és kapok rá kezelést, a tüneteimre jó esetben képes a biológiai testem lezárni a programot, de ha olyan gyógyszert kapok, ami visszateszi engem a konfliktus aktív fázisba, akkor elakad a gyógyulásom, és szedhetem mondjuk a szteroidot egy életen át. Szóval, ha eljut a program a végéig, ez egy nagyon fontos feltétel, hogy tényleg megengedjem, hogy a program kifusson, mert ha nem engedem meg, akkor jönnek a krónikus betegségek. Na kérem szépen, harmadik természettörvénnyel, már igazán az akadémikus orvos sem tud vitatkozni, mert hogy mi történik a két fázis alatt, a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban, ezt az embriológiából vezette le Hammer doktor,
embriológia vagy egyet fejlődés, vagyis arról a 9 hónapról szól, amit mi az anyamében eltöltöttünk, és egy megtermékenyített petesejtből alakult ki minden sejtünk, minden szövetünk, és ezek a sejtek egy életen át azt fogják tenni, amire ők hivatottak. Erről is kikerült a webkonferencia előadás, hogy áttétek vagy metasztázisok a germán gyógytudomány tükrében, hiszen tudjuk jól, hogy áttétek bizony nincsenek. Ami a nyirokrendszerben megjelenik, mint kimutatható sejt, másfajta idegen sejt, az pont azért van, mert a nyirokrendszernek az a feladata, hogy lebontsa a feleslegessé vált sejteket. Ugye tudja mindenki, hogy a lép a nyirokrendszerhez tartozik, van egy ilyen előadás is, hogy a nyirokrendszer és a lép. Azt tudjuk jól, hogy a lép az, aki a vörösvérsejteket 110-120 nap után az előregedett vörösvérsejteket kiszűri a keringésből, és nem megy a kukába, hanem átalakítja, bizony a hemoglobinból epefestéket lesznek. Ez segít majd a zsíroknak a felszívódásában, stb. Stb. Tehát újra hasznosító szerepe van a lépnek, és éppen így újra hasznosító szerepe van a többi nyirok csomónak is, tehát nem átét az, amikor valami megjelenik a hónajban. Nyilvánvaló, hogy valami akkor vagy a felkaromban, vagy a mellkasomban, a mellemben történt, és ezt mondjuk le. Az is nagyon érdekes, gyerekkoromban elvágtam az ujjamat, és ugye ment fölfelé a piros csík az alkaron és a felkaron, és persze meg volt duzzadva a nyirokcsomó is. Na, mit ad Isten, ez nem áttét, ez nem rák, ezt ráfogjuk, hogy ez fertőzés, és ugye mit csinál a nyirokrendszer? Hát a védekező rendszerünk, és ugye az immunrendszerről szóló webkonferencia előadásban pontosan kifejtem, hogy mi a szerepe. De olyan nincs, hogy egy, mondjak már valami más, mint a prosztatát, teszem azt a tüdőmből egy sejt, gondol egy nagyot, egy merészet, és felmegy az agyamba, és ott csinál áttétet. Vagy a vastagbelemnek a sejtje, aminek a feladata, hogy nyákot termeljen, hogy kicsúszson a kaki, gondol egy merészet, átmegy a májba, és ott csinál áttétet. Nem tudom, hogy egy nyálka termelő sejt, hogy a fenébe tud átalakulni máj sejté, ami az egyik legbonyolultabb sejtje a szervezetünknek, nem csak a májunk 2 havonta megújul, tehát mindenkinek a mája 2 hónapos, átlagosan véve, mert a májsejtek 2 havonta lecserélődnek. Mi köze a májsejtnek a vastagbél nyálkahártya sejtjéhez? Azon túl, hogy ugyanabból a csira lemezből származnak, azon túl semmi közük egymáshoz. Tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki még mindig fél az áttétektől, hogy ez felejtős. Ugyancsak szeretnék megnyugtatni mindenkit, akinek genetikai betegséget állapítottak meg, hogy ez, ha megnéztük az előadást, amit kiraktam évelején a weblapra, ugye a biológiai törvényekről, illetve hát a genetikáról, benne Bruce Lipton előadásával, akkor ha a Princeton Egyetem sejtbiológus professzora elmondja levezeté, hogy már pedig nem a genetika vezet minket, hanem mi hatunk a genetikára, tehát fordítva jutunk a lovon. Szóval ezek után, ha még valaki elhiszi, hogy neki olyan betegsége van, ami gyógyíthatatlan, mert genetikai, hát akkor tegye azt, amit mondanak neki. Én tudom, hogy a genetikai betegség is gyógyítható. Van néhány kivétel, ténylegesen, de ugye az eseteknek maximum 1-4%-a az, ami valóban genetikai történet, és ez azért van, mert a méhen belül, akkor, amikor az az illető szerv kialakult, hát akkor a magzat valami nagyon komoly konfliktust élt meg.
Na jó. A negyedik természet törvénnyel hát kiütöm a biztosítékot az akadémikus gondolkodásban, hiszen kiderül, hogy a bennem élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ezek nem az ellenségeim, hanem a segítőim. Ők azok, akik segítenek helyreállítani a sejtek számát akkor, amikor eljutottam a megoldásba. Tehát a felesleges sejteket a gombák és a gombabaktériumok bontják le, a hiányzó sejteket, amit ugye először lebontottam, azokat meg a baktériumok és vírusok fogják visszaépíteni. A negyedik könyvemben, a Mit tegyek, hogy jól legyek, hogyan találom a megoldást című könyvben, részletesen kifejtem a negyedik természettörvény igazságait. És az ötödik természettörvény az, amit már egy elsős, másodikos diák is képes felfedezni, aki néz az ablakon. Rájövünk arra, hogy a madarak, a bogarak, minden élőlény a természetben a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd, tehát mindennek értelme van, ami a testünkben történik. És nem rossz indulatú, nem ismeretlen, nem gyógyíthatatlan betegségek vannak, esetleg gyógyíthatatlan betegek. Ennyit röviden az öt természet törvényről. A weblap videói, webkonferencia videói között az első videó, hogy arról szól, hogy a biológiai természet törvények felfedezése a józan ésszel, mindenkinek először ezt kellene megnéznie, mielőtt hozzá fogna mondjuk segítséget kérni. Na de menjünk tovább, mert ugye új évnél vagyunk, és tisztáznunk kellene néhány kérdést abban, hogy mi segítene, hogy egyáltalán meggyógyuljunk. Hát rendbe kéne tenni a hiteinket, a tévhiteinket a gyógyulásról. Itt a betegségipar az elképesztő méreteket ölt, és ez egy olyan dolog, a gyógyítás, amihez mindenki ért, mint a focihoz. Körülbelül úgy tartunk, hogy már mindenkinek van egy néhány ötlete, hogy még mit lehetne bevenni, megtenni, elvonulni, és stb. Szóval a rák az nem felfal minket, de valaki azt hiszi, hogy a rák felfal, és majd a gyógyszerek meggyógyítanak, az ilyen emberek az akadémikus utat járják. Addig, amíg rá nem jönnek, hogy az egész egy nagy zsákutca, és akkor szétroncsolt testtel elképzelik, hogy nagyon gyorsan majd felépülnek. A gépek ugye megmutatják a megoldást, és hiszünk a gépeknek, elhiszük azt, hogy amit az mutat, az tudti, hogy úgy van. Kérem szépen, ezek olyan vázlatpontok, amiket a tanfolyamon részletesen Réka kifejt. Itt csak ismétlésként hozom föl, nyilván aki volt egy háromnapos képzésen, az már tudja a további dolgokat is, vagy előveszi a jegyzetét, és látja a további kifejtést. A táplálkozáson változtatnak az emberek első alkalommal, hogy kiderül, hogy valami nem stimmel. Kérem szépen, ha a táplálkozás miatt betegedtem meg, akkor az azt jelenti, hogy van egy gyomorrontásom. Ha van egy felszívódási zavarom, az nem a táplálkozás miatt van, hanem azért, mert nem oldottam meg a bélre vonatkozó értelmes biológiai külön programot. Van külön előadás, vékony bél és vastag bél biológiai programja. A táplálkozás nem fog engem lelki szinten gyógyítani. Értsük meg, a táplálkozás egy nagyon fontos dolog, főleg amikor megoldásban vagyok, hogy megfelelő táplálékhoz hozzájutassam a szervezetem, és nem akkor kezdek el diétázni, hanem azt teszem meg, amit megkívánok, és félreteszem a meggyőződésemet, hogy mit szabad, meg mit nem szabad enni, mert a szervezetem nagyon is mutatja, hogy éppenséggel teszem azt, 10 napon keresztül tükörtojást akarok enni. Érzem, hogy nekem erre van szükségem, akkor 10 napig tükörtojást teszem, és akkor mi van? Jaj, hát állati eredetű. Na. Ebben most én nem megyek bele, de a táplálkozás körüli tévhitek áldozatai azok gyarapodnak.
jó lenne odafigyelni arra, hogy mi a valósok, és azzal kellene foglalkozni. Amúgy meg, ha valakinek van egy biológiai programja, és ráadásul még elkezd esztelen diétákat folytatni, elindul a máj programja, és akkor természetes, hogy ki fogják mutatni az úgynevezett áttétet a májba. Hát a szegény májom az nem spirituális, és ha nem jut táplálék a szervezetembe, akkor elkezdi szaporítani a sejtjeit, erről is van külön előadás. A genetikát már említettem, tehát nem véletlenül hoztam be a Bruce Lipton előadását, hogy mégis egy sejtbiológus professzor meggyőzőbb lehet esetleg, mint az én előadásom. Benne van az előadásban, amit a weblapról, hát bárki ingyen megnézhet, ha a Germán Gyógytudomány menüpontba rákattint oda, hogy videók, akkor bejönnek a webkonferencia anyagok, és itt találjuk az élővilág működésének alapjai című előadást, és akkor megnézhetjük, hogy miről is szól a genetika valójában. A gyilkos környezet az megint egy olyan dolog, ami arra jó, hogy állandó félelemben éljek, és leszigeteljem a házamat, és védekezést, meg nem tudom én miket. Ilyen módszerekkel próbáljam én magamat megvédeni, tisztítani, meg ilyenek. Erre csak annyit tudok mondani, hogy azt tudjuk, hogy nem a farka csóválja a kutyát, ugye mindenki tudja. Tehát, amikor az én tudati szinten magasabb szinten van, mint az a bizonyos környezeti ártó tényező, akkor tudni, hogy ő nem fog tudni rám hatni. Tehát ez kvantumfizika, amiről beszéltem, a magasabb rezgés hat az alacsonyabb szintű rezgésre. Ez a gondolat az, ami ettől a félelemtől is megszabadít minket, hogy a gyilkos környezet. Az Isten büntetése, na itt aztán egy nagyon téves Isten képről van szó. Valaki azt hiszi, hogy az Isten büntet, és ő gonosz, és ő nem tudom mit csinál, akkor itt alapjaiban kell helyre tenni a gondolkodásunkat, de nyilvánvaló, én sem nem vagyok hittérítő, én amiről beszélek, az biofizika, kvantumfizika és biológia. Az érzelmi átalakításnak a feltétele annak, hogy egy adott konfliktust valóban lezárjuk, vagy tegyük feleslegessé. Igen, mert van, amikor nem találom a konfliktusom. Miért nem találom? Mert az a szokásom, hogy mindenre ellenszegülök. Az a szokásom, hogy mindenre már az a megélésem, hogy ezt nem lehet elviselni. És akkor csodálkozom, hogy cukorbeteg vagyok, és a csípőizületem is elkopott. Tehát ezért nem találom a konfliktusomat, mert a viselkedésemen kéne végre valamit változtatni. A tisztázandó kérdésekhez az egyik legfontosabb dolog az azonosultságok tisztázása. Ez megint egy részletes tanfolyami anyag. De én ameddig csupán a biológiai testemmel azonosulok, addig ő fog irányítani, és azt tudjuk, hogy 4%-a a valóságnak, a valóság 96%-át a szemünk képtelen fölfogni. Az azonosultságokból jönnek aztán ezek a gyönyörű pokoli szerepek, ami szintén bővebb kifejtésre kerül a tanfolyamon, és nem csak az, hogy áldozat megmentő bűnbak, hanem az is, hogy ebből hogyan lépek ki. Nagyon fontos megtanulni a kommunikációt, mert itt csúszik el minden, amit eddig elmondtam. Meg kéne tanuljuk megbocsátani, elengedni, és a fájdalmat feloldani tudatosan, gyógyszerek nélkül. És akkor nem esnénk kísértésbe, hogy elfogadjam a kábító fájdalomcsillapítót tartalmazó tapaszt, vagy tablettát, vagy injekciót, vagy bármit. Ezek pont, hogy nem engedik, hogy meggyógyuljunk, mert levisz a legmélyebb agotóniába. Szóval, nem instant megoldásokról van szó a háromnapos képzéseken, hanem
mindenki számára alkalmazható eszközökről, és nyilván ebből azt fogja alkalmazni, amire szükség van. Erről szólnak, kérem szépen, a megoldási kulcsok. Erről szólnak a megoldási kulcsok. Nos, Hammer doktor, ne feledjük, hogy nem csak medicinát végzett, hanem ezzel párhuzamosan elvégezte a teológiát, sőt, még fizikát is hallgatott. Hammer doktor olyan habitussal rendelkezett, hogy meg tudta nyerni a betegek bizalmát. És ez egy nagyon lényeges dolog. Ha valaki a 40. eset című webkonferencia anyagot megnézi, ami gyakorlatilag egy rádiójáték, akkor igazán megérti, hogy milyen is lehetett Hammer doktornak a személyisége. Szóval a megoldásokról Hammer doktor is azt mondta, hogy ez mindig egyedi, egyéni. De vannak általános dolgok, amiket mindenki elsajátíthat, mondjuk a megbocsátást. Mert anélkül nem fog meggyógyulni. A múltnak a lezárását anélkül nem fog meggyógyulni. Addig nem fognak eltűnni a sínek. Tehát ilyen dolgokról beszélünk, és nem olyan dolgokról, amik nem megvalósíthatóak. Az egyszerű emberek, az egyszerűen gondolkodó emberek számára érdekes módon nem jelent problémát mindaz, amit tanítunk. Tehát a pokoli szerepek, az áldozat, a megmentő, a bűnbak, szimbólumok mutatják itten a szerepeket, és ugye az áldozat szerep nem véletlenül fehér birka szimbólumot kapott, hiszen ő az, aki befogja a száját, behúzza fülét, farkát, és tehetetlennek érzi magát, és várja, hogy majd a megmentő majd csinál helyette valamit. Ez a legkényelmesebb hely a pokolban, és hozok egy képet a tanfolyamról, remélem ezt mindenki megjegyzi, nagybetűkkel íródott, olvasható mindenki számára. Aki ezzel a felfogással éli az életét, azzal nem fogunk tudni mit kezdeni. Mi azt szeretnék megtanítani az embereknek, hogy hogyan vegyék a kezükbe az életük és az egészségük irányítását. A gyógyulásnak a három feltételeiből az első, hogy légy őszinte önmagadhoz. Amíg nem vagyunk őszinték még önmagunkhoz sem, és bocsánat, de ilyen emberekkel találkozom, még önmagához sem őszinte, azzal nem tudok mit kezdeni. A biológiai testünk hajszálpontos választ ad minden le nem zárt konfliktusokra. Mondhatja nekem valaki, hogy de nekem milyen konfliktusom nincs, meg nem is volt. Negyedik könyv, tessék elolvasni. És akkor rájövünk, hogy de igen. Tehát unalmában senki se betegíti meg önmagát. Mert ugye, ha önmagával kapcsolatos a konfliktus, önleértékelés, önpusztítás, ugye? Leukémiából nem fog addig meggyógyulni, még a önbecsülését nem teszi helyre. A másik dolog, hogy a megbocsátás önmagamnak és a másik ember részére egy alapvető szükséglete annak, hogy a gyógyulás beinduljon. Olyan esettörténetem van, hogy csak megbocsátott az illető. Benne van az első három könyvben a Lajos bácsi története. Csak megbocsátott annak, aki ellopta tőle a kerti szerszámokat. De tényleg, őszintén, mélyen. Ez, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez nem megbocsát. Megbocsátás egy érzelmi megoldást jelent. Szóval, részletek a tanfolyamon. De aki erre képes és hajlandó megtenni, és nem ragaszkodik a sérelmeihez, hanem megtalálja a kakiban az aranyat, újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség, előadás. Tehát azok fantasztikusan meg tudnak gyógyulni. És a Lajos bácsi 70 éven felül
Csupán azzal, hogy megbocsátott, természetes úton, hát kitolta a vastag béldaganatát. És nem ő az egyetlen, aki ezt megcsinálta. Volt, aki a konzultáció után 13 napra rá egy teniszlabda nagyságú daganattól szabadult meg, vastag béldaganat. Ekkora ereje van a megbocsátásnak. De hát maradhatok én biológiai szinten, kerülgethetem a sineket, azt úgy sem fogom tudni megoldani, és élek, mint a mókus fenn a fán, üs, vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Ez a helyzet, kérem szépen, és hogyha megnézzük a biológiai konfliktusról szóló előadást is, akkor tudni fogjuk, hogy miről szól a történet. Ha a sineket akarom kerülgetni, akkor meg ott van, hogy sinek, filléres emlékeim, mikor oldhatok fel és mikor nem. Erről is van külön előadás. Itt csak megpróbálom összefoglalni azt a tudásanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy tisztán lássunk végre, és tudjuk, hogy mi a feladatunk abban, hogy meggyógyuljunk. A germán gyógytudományban, kérem szépen, nem az orvos gyógyít. Tessenek kimászni az áldozat szerepből. Nem az orvos gyógyít. Az orvos és segítő jó barát, aki javaslatokat tesz abban az irányban, hogy mit kéne megtenni a gyógyulás érdekében. És nem kell El Caminóba elutazni ezért. Nem. A germán gyógytudományról nem véletlenül mondta Hammer doktor, hogy akinek szíve és józan eszme van, annak való a germán gyógytudomány. Az fog meggyógyulni, aki ezt a kettőt összekapcsolja és együtt használja. Tehát a germán gyógytudományban a karmesteri pálca a beteg kezébe van. Ő dönti el, hogy megbocsát vagy nem bocsát, ő dönti el, hogy lezárja-e vagy nem zárja le békével a napjait. Ugye mindenki megérte, hogy én ezt senki helyett nem fogom tudni megcsinálni. Tehát, ha még mindig azt az egy embert keresed, aki majd megváltoztatja az életed, nézd bele a tükörbe. Ne feledjük, hogy a biológiai testünk a leghűségesebb barátunk. Jó lenne őt megszeretni. Elfogadni olyannak, amilyen. Mert csak azt mutatja meg nekem, hogy hány feloldatlan konfliktusom van. Miért? Mert nem tudtam elfogadni azt, ami történt, úgy, ahogy történt. Miért? Mert félelemben élek, és az elfogadásukat feltételekhez kötöm. És meddig marad ez így? Ameddig át nem adom a lelkemnek az irányítást, a nagybetűs léleknek, vagyis lefordítva gyakorlatra, ez azt jelenti, amíg nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy a bizalom irányítsa az életemet, és nem a félelem. Ennyit a lényeg megértéséről. Mik az akadályok a gyógyulásban? Hát önsorsrontó gondolat. Hát kérem szépen, az egyik önsorsrontó gondolat, amit még mindig döbbenettel cseng vissza nekem, de nincsen halláskonfliktusom, szóval értelmes ember mondta, hogy örülni bűn, szenvedni erény. Nem is gyógyult meg. Logikus. Szóval ez meg szegény embert áll. Az ág is húzza meg, az összes többi, meg hogy egy fecske nem csinál nyarat, kérem szépen, de igen. Ezerből egy elegendő ahhoz, hogy a nyár megérkezzen. Ha nem változtatok a viselkedésemen, akkor se fog semmi sem történni. Egy cukorbeteg nem gyógyul meg attól, hogy megnézte a diabétesről szóló előadást. Akkor gyógyul meg, ha elgondolkodik azon, hogy mit kell változtatnia a viselkedésén. Az esztelen diétákat már említettem. Kérem szépen, a egészségesen bármit ki lehet próbálni. Kíváncsi az ember, járja végig a világ minden konyháját, egyen tücsköd, bogarat, semmi probléma. De amikor gyógyulásban van, és tünetei vannak, akkor azt adja meg a szervezetének, amire éppen szüksége van.
Na most, ha a konfliktus megoldása helyett, mert vagy a viselkedés megváltozása helyett az agyam rögtön nyomja a szöveget, hogy ő az hülyeség, menjünk el Hellinger-féle családállításra. Nagyon jó. És mit fogok vele megoldani? Felvisznek egy gyerekkori konfliktusba, ami hét pecséttel le van zárva, hogy nehogy feloldjam. Ott belevilágítnak nekem abba, hogy mi az én alapvető dolgom, azt 6 hét múlva lehet, hogy megáll a szívem. Nézzük meg a szívről szóló webkonferencia előadást. Vagy idegösszeroppanással viszik utána az embert a pszichiátriára. Lehet spirituális magyarázatokat adni, kérem szépen, mindenre. Vannak ilyen oktatók, akik csak spirituális magyarázatokat találnak, egyszerű biológiai tünetekre. Hát, kérem, az egyetlen spirituális magyarázat, amit el tudok fogadni, az arról szól, hogy a tüneteim csak azt mutatják meg, hogy hol kell még tanulnom a feltétel nélküli elfogadást. Vagyis az egyetlen igaz szeretetet. Ez a táblázat erről szól valójában. A különböző terápiák, lát kérem, amiket én itt olvasok, meg hallok, hát ez elképesztő, hogy még mit ki nem lehet találni. Jaj, idézőjelbe, örömmel közlöm, hogy feltalálták a rák elleni oltást. Most már arra is van oltás, hála Istennek. Tehát, ha valaki ebben hisz, hát az annak, akkor ott már megint a hit körüli kérdéseket kellene rendbe rakni. Tehát a konfliktusok feltárásában a tüneteink az útmutatók. És a sinek fogják megmutatni, hogy milyen körülmények közt éltem én meg azt, amit megéltem. Tehát nem a sineket kell robbantani, hanem feleslegessé tenni a múlt lezárásával, és onnantól kezdve tiszta lappal indulhatunk. A viselkedés felülvizsgálatának elmulasztása, kérem szépen, hát hozza a policiklikus lefolyást. Hát mert így szoktuk, hát nem, hát de. Szóval történik valami, és mindig magamat hibáztatom a történtekért. Mi ez, ha nem önleértékelés? Bármi történik, támadásként élem meg. Mert legjobb védekezés a támadás. És akkor csodálkozunk, hogy hatalmas írha, szaporodások jelennek meg. Egy hete láttam ilyet, hát döbbenetes. Tehát az írha pont a megfelelő helyen túlszaporodik, és a védekezésnek a megoldásáért. És olyan tünetek alakulnak ki, hogy az ember még olyat nem látott. De ha tudja az öt természet törvényt, meg ismeri az értelmes biológiai különprogramokat, akkor ezeket mind meg lehet fejteni. Szóval a megoldásnak van három lépése. Mindenképpen tisztázni kell a konfliktust. A tüneteink pontosan megmutatják, hogy mit kell nekünk valójában megoldanunk, vagy hol kell nekünk valamin változtatni. De ha nem vagyok őszinte önmagamhoz, akkor itt már el is bukott az egész történet. Volt olyan, hogy konzultáció után 1 hónappal kaptam egy levelet, hogy hát tulajdonképpen az a problémám, hogy 6 évvel ezelőtt volt mit tudom én, egy súlyos párkapcsolati konfliktusom, és még mindig nem tudtam magam túltenni rajta. Hát akkor, és közben beszélünk a tünetekről. Nem az alapot kéne rendbe tenni. Aztán a konfliktus érzelmi lezárása nélkül nem megy semmi. Érem, el lehet menni elvonulásokra, spirituális táborokba, de viszem magammal a le nem zárt életemet. És ha ebben a táborban abban segítenek, hogy ez békével, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, sőt, hálával lezárja, semmi, de semmi kifogása nincs. De ha ehelyett egyéb dolgokat
fognak velünk, mondjam úgy, hogy megvásároltatni, mondjuk hallottam ilyet, fizetsz 30 ezer forintot, és én küldöm neked minden nap az energiát. Ablakot ki kell nyitni, nehogy betörjön, mint Mézga Gézánál, mikor Rendszer X küldte el neki az ajándékot, nem? Kérem szépen, az az energia, ami a gyógyulásunkhoz szükséges, az bennünk van. Az egyetlen kérdés, hogy milyen irányban használunk. Rombolásra vagy építésre? Kérdezem én, mihez kell több energia? A háborúhoz vagy a békéhez? Ugye tudja mindenki a választ. Tehát amíg én harcban állok önmagammal és a világgal, addig a biológia vezeti az életemet. Amikor megbékéltem önmagammal, megbékéltem a világgal, akkor azt jelenti, hogy az az energia, amit eddig én elpocsékoltam a harcra, az most kérem szépen a gyógyulásomat fogja biztosítani. Na jó. Ezek után, mondjuk egy tanfolyam után, ha már ott tartok, hogy végre tudatosan döntök. Mit csinálok? Igen, azonosultságok, pokoli szerepek, a megfelelő párbeszéd, a megfelelő kommunikáció, és a többi, ami ehhez kell, tehát itt jön a tudatos döntés, hogy jelen vagyok az életemben, lezártam a múltat és a jövőt, magam irányítom a saját életemet, na innentől kezdve, hát eltűnnek a félelmek. És ha hálát tudok adni minden este mindenért. Kérem szépen, nincsen jó és nincsen rossz. Nyilván első hallásra ez nagyon meredeknek hallatszik, nekem is úgy tűnt, amikor először hallottam, de az élet bebizonyította, hogy így van. Aki nem akarja letesztelni ezt, az rövidített eljárással 3 nap alatt megérti, és onnantól kezdve egészséges és boldog lesz, és ez csak mellékhatás. Vagyis a GNM, a germán gyógytudomány megadja nekünk a biológiai tudatosságot. Ugye van egy előadás, hogy tudatosság és germán gyógytudomány. De nem fogja feloldani se a bosszúságomat, se a viselkedésemet. Ezért mondom, hogy első lépés, ha már megértettem, hogy a testem hogyan működik, és hogy mire akarnak a tüneteim megtanítani, na akkor már volt értelme, hogy ott voltam egy 3 napos képzésen. Vagyis a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Egy ilyen alapot közvetítő könyv ez a hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni. Ugye ez volt az első könyv, ami megjelent, még Nagyváradon kezdtem írni, és a Lurdi házban volt bemutatva. Szóval ez a könyv, ez megadja az alapvető információkat a gondolkodásunkhoz. 26 esettörténet is van benne. Hála Rékának, aki ezeket lejegyzetelte. Amúgy, ha Réka nincs, akkor én soha nem kezdek könyvíráshoz. Rájövünk arra, hogy a betegségeink nem azoktól a tényezőktől függnek, amit a orvostudomány meg a média fejünkbe ver, hogy csak egyet mondjak, nem a dohányzás fog tüdőrákot okozni, hanem a haláltól való félelem, ezért lesz tüdődaganata mindenkinek, aki megjárta az onkológiát, mert halálfélelmet megéli, és aztán erre azt fogják mondani, hogy áttét. Tehát a betegségek mitől függnek? A fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától. Ez már meghatározza, hogy milyen lesz a viselkedésem, és a konfliktusoknak, illetve a programoknak a helyzetétől. Mi van konfliktusaktív, mi van megoldás követő fázisban. A konfliktusokat tehát, hogyha halmozzuk, akkor megváltozik a személyiségünk, a viselkedésünk, és egy ilyen emberrel találkozunk, és a viselkedés alapján már tudom, hogy mik a fel nem oldott konfliktusai, akkor azt mondom, hogy talán megérte ezzel a tudománnyal foglalkozni. Mi van, ha megváltozik a viselkedésünk? Hát
kérem szépen, kialakulnak a pszichózisok, és amint kiderül, tessék megnézni a vendégkönyvben, még ezek is gyógyíthatók, nyilvánvaló, ha a beteg keresi a megoldást. Mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ez mindenféle betegségre vonatkozik. Ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy a germán gyógytudomány tudomány, akkor írja be a Google-ba, keresőbe, hogy mi az, hogy tudomány is. Ott lesz, hogy az, ami reprodukálható. Vagyis ugyanúgy történik meg Tokióban is, mint Budapesten, vagy Sydneyben, mint Székelyföldön. Nem statisztika, nem állatkísérlet, nem kell. Egyik se kell, a germán gyógytudományban nincs szükség ilyenekre. Öt természettörvényre alapul minden, és ha érzelmileg megoldottam a DHS-t, akkor meggyógyulok, ha nem, hát akkor szenvedhetek tovább tudományosan. És jön a kérdés, hogy mi lenne, ha nem így lenne, akkor én ezt a webkonferenciát és az előző 300-valahányat meg se tartottam volna, akkor még mindig a receptírás művészetét gyakorolnám a rendelőben, és akkor dr. Rickegert Hammerrel nem azt művelték volna, amit elkövettek ellene, tessenek megnézni az életéről szóló előadást, és akkor rá fogunk jönni, hogy ez az ember valami fantasztikus, fantasztikus példát mutatott számunkra abban, hogy kitartóak legyünk az igazságkeresésben, és ha megtaláltuk, akkor kitartóak legyünk annak megőrzésében, és ennek alapján írjuk át az életünket. Ha nem merjük megkérdőjelezni mindazt, amit tudományosnak neveznek, hát akkor maradunk a tudatlanságban. Azért sok tanult ember érzi, tudja, hogy nem minden úgy van, ahogy azt tanították, de nem fog változni, változtatni. Miért? Mert hát már megszoktuk, hogy ezt csináljuk, ez biztosítja számomra a megélhetést, és hogyha ez én változtatok, akkor talán munkanélkül maradok. Szeretném felhívni a figyelmét minden kollégának. Kolléga számomra az, aki a beteg érdekében gondolkodik, dönt és tesz. Aki nem, az nem kolléga. Az a gyógyszeripar cinkosa. Tehát a kollégák figyelmét szeretném felhívni, hogy mindig lehetősége van elmondani a rendelőben is a betegnek, hogy ön fogja eldönteni, hogy mi fog önnel történni. Drága Gyuri bácsi, nem én betegítettem meg, nem is én fogom meggyógyítani. De ha hajlandó foglalkozni azzal, hogy, akkor meggyógyul. Ha nem hajlandó foglalkozni, akkor kapja a beutalót ide meg oda és amoda. Az akadémikus orvoslásra szükség van, főképp azokra a részeire, amik életmentéssel foglalkoznak, lásd, baleseti sebészet és mentőszolgálat. Nagyon sok jó dolgot tud a mai medicina, ami megőrizendő és fejlesztendő, de amíg a gondolkodásán nem változtat egy orvos, és nem teszi tudományos alapokra a gondolkodását, hát addig nem fogja tudni betölteni azt a szerepet, amit a társadalom is elvárna tőle. Mert hiszen mindenki bizalommal fordul az orvoshoz, csak ugye kérdés, hogy mit fog az orvos dönteni és tenni. Nézzük meg tehát a Tudatosság a germán gyógytudományban című előadást, a germán gyógytudomány öt természettörvénynek az elismerését, Hammer doktor életét és hagyatékát, aki hisz az áttétekben, nézze meg az áttét vagy metasztázis értelmezését. Az egyetlen valóság az én megélésem is egy fantasztikus előadás, amit mindenkinek jó szívvel ajánlok, már csak azért is, hogy tudja tisztázni a tünetei mögötti megéléseit.
az élővilág működésének az alapjait Bruce Lipton segítségével megkapjuk az előadásból, de az öt természettörvénynek az ismerete, alapismerete elengedhetetlen, nem véletlenül, hogy ez az első előadás a webkonferencia anyagok között a weblapon, a biológiai természettörvények felfedezése a józan ésszel. Ezt szerettem volna újévi indító gondolatként közölni, és a mit tegyek, hogy jó legyek, és hogyan találom a megoldás című könyvben, élettani magyarázatokat kapunk arra, hogy miért hat a My Student termékhen, hogy miért jönnek létre a körkörös gyűrűk a koponya CT-n, a Hameri-Goltz körül, hogy miért nem találom a konfliktusomat, és olyan elgondolkodtató kísérletekről is szó van, amelyeknek a tovább gondolásával már egy egészen másfajta szemléletet fogunk kapni, ami pontosan abban segít, hogy tisztán lássuk a helyzetünket és a feladatunkat itt ezen a bolygón 2023-ban.